Sziasztok! És megint itt van az autóvizsgálat Tiborral. Sziasztok! És ma egy érdekes témát hoztunk, ugyanis az elektromos kis autókról fogunk beszélni, illetve az elektromos autókról. Hibridekről már esett szó, viszont sokan nem tudják, hogy ti vizsgáltok ilyeneket is. Így van, hívnak ki minket nem ritkán elektromos autók vizsgálatához is. Alapvetően használt autók vizsgálatával foglalkozunk, ezért nem sok szót szeretnék ejteni itt a vadi új, illetve fél egyéves Elektromos autókról. Ha valaki arra kíváncsi, akkor olvass el a teszteket, nagyon jól leírják, hogy milyen paraméterekkel rendelkeznek ezek a gépjárművek. Én itt inkább a használt autókról, az idősebb elektromos autókról beszélnék, ami az átlag magyar autóvásárlóhoz jobban elér árban akár. Az első gondolatom az elektromos autókról az, hogy őszinte leszek, én magam nem szeretem. Látom a látom a lényegét, csak számomra ezek nem autók, számomra ezek vasalók, vagy botmixerek, vagy, vagy bármi ilyesmi négy keréken. Ezzel együtt átlátom azt, hogyha valaki városban 5-10-15 kilométerekre megy dolgozni, aztán hazamegy, erre abszolút alkalmas, tehát helyváltoztatásra tökéletesen alkalmaz, tökéletesen alkalmas egy ilyen autó, de itt a vége. Tehát semmiféle normál autóktól megszokott igazi használhatóságot, kényelmet, akár jó futóművet, semmi ilyesmit ne várjunk tőlük. Ma Magyarországon, ami kapni lehet két 3 millió forintért, 4 millió forintért elektromos autót, az sajnos nem a legélesebb kés a fiókban, hogyha bármiféle autós élményre, nem hogy élményre, ha bármiféle autós feature-re, feelingre vágyunk, akkor ezek nem azok lesznek. Ezek tényleg szó szerint arra vannak kitalálva, hogy A-ból B-be eljussunk. Ezt tudják is, Viszonylag rövid távon. Ugye azt kell tudni, hogy a gyári paramétereket, főleg használt autónál nyugodtan elfelejthetitek. Egyrészt az új autóknál sem igazak legtöbbször. Nyilván van, amikor igen, de ez viszonylag ritka. Használt autóknál még inkább nem. Ugye itt, mivel használt autók, használtak benne az akkumulátorcellák is, nagyon függ a teljesítmény például, vagy a futás teljesítmény nagyban függ a külső hőmérséklettől. Tehát mínusz 4-5 fokban fele annyit fog elmenni egy ilyen jármű, mint egyébként plusz 25-30 fokban, mármint hogy távolságra. Ezt azért fontos, fontos számításba venni. A másik problémám velük az ár. Nagyon magas áron vannak ahhoz képest, hogy mennyit kínálnak ezek az autók. Körülbelül elmondhatjuk, hogy, hogy dupla áron van egy hasonló évjáratú, mondjuk benzines kis autóhoz képest megvásárláskor, ezt az árat nem biztos, hogy az elektromosságával ki fogja dolgozni, illetve ne gondoljuk azt, hogy azért, mert elektromos, majd sose kell szervizelni, javítani. Valóban egyébként kicsi a hiba lehetőség, de ugyanúgy előfordulhat, hogy tönkre megy benne valami, és akkor javítani kell. És azért ezek nem azok az autók, amihez beszaladunk a bontóba is, majd veszünk valamit, hanem minden gyári alkatrészben újonnan vásárolhatunk meg ami egyébként nyilván szerelő szempontból nem egy rossz dolog, de a pénztárcánkat megterhelheti. Akkumulátor cellacsere, akkumulátor túlmelegedések, inverter problémák előfordulhatnak. Tehát hogy itt is azért megvannak azok a speciális, nagyon sokba kerülő javítások, amikbe beleszaladhatunk, de valóban nem lesz problémánk például a kuplunggal, meg a sebességváltóval, mert hogy ilyen nincs is benne. Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy döntse el maga, hogy mennyire praktikus egy ilyen, hogyha a roller helyet szeretné megvenni, vagy a BKV helyet, hogy azzal járjon dolgozni, és nem dolgozik túl messze. Abszolút tudom támogatni, mi nagyon szívesen át is vizsgáljuk ezeket az autókat, szakszerűen meg tudjuk mondani, hogy éppen most milyen állapotban van, de mindenféle autózási élményt kerülnek ezek a járművek, nem is biztos, hogy autónak kéne nevezni. Még egyszer kihangsúlyozom, itt inkább a viszonylag idősebb, viszonylag olcsó kategóriájú villanyautókról beszélünk, amik ma Magyarországon a használt autó piacon elérhetőek. Őszintén szólva nekem sem túl szimpatikus az elektromos autó ötlete, viszont vannak bizonyos helyzetek, például családban második autónak, asszonykának boltba rohangálni, gyereket elvinni iskolába, óvodába, esetleg még praktikus is lehet. Így van, tehát ez a lényeg, hogy, hogy simán lehet erre is használni, csak itt azért nem kell elfelejteni, hogy még egyszer annyi pénzt fizetünk ki egy ilyen autóért, mint hogyha egy normál autót vásárolnánk. Köszönjük szépen, hogy ismét velünk tartottatok, tegyétek ezt a jó szokásot a legközelebb is, lájkoljátok a videót, ha tetszett. Esetleg meg is oszthatjátok, azt külön megköszönjük, és minden jót nektek, nem sokára jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!